Ki a földön. A Balatonnál. Emlékeztető az előző részek tartalmából. Kiliki citromot kóstol. Anna néni, ez a pulóver túl nagy. A pulóver túl nagy, vagy Kiliki túl kicsi? Vagy azt akarod, hogy így nézzek ki? Kiliki levelet ír. Nézd, milyen szép a Balaton, ott egy csónak. De szép a Balaton. Végre a strandon. Jó reggelt, hogy aludtál? Szia. Hát elég rosszul. Rövid ez az ágy. Hát még nekem. Mit gondolsz, a gyerekek alszanak még? Nem hiszem. Olyan hangosan csiripelnek a madarak, és a kutyák is állandóan ugatnak. Akkor megnézem őket. Aztán megbeszéljük, hogy mit csináljunk. Biciklizünk is. Csak lassan, gyerekek. Először megreggelizünk, utána mindjárt indulunk. Miért hozod az úszógumit? Mindenki jól tud úszni. Úszógumi? Az meg mire jó? Aki még nem úszik elég jól, az úszógumival megy a vízre. Úszógumi! Ne vigyünk meg is ennyivalót. Nyugodtan hagyd azokat itthon, úgyis vásárolunk Füreden. Állj! Úszógumi! Ne! Elég! Au! 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 Ez mi volt? Hogy csinálod ezt Áron? Én? Hé, hey, te csinálsz! Nem én voltam. Nem én voltam. Na meg, csak! Most kapsztőr! Ne! A gyerekek, szálljatok be és ne bántsátok Kiliki. Mit mondod rám? Csak azt mondom a gyerekeinknek, hogy ne bántsák szegény. Nem bántjuk, apu, csak játszunk! Na jól van, Kiliki, most már változz vissza. Köszönjük, szervusz. Mi a baj, Kata? A főnököm volt. Sajnos már holnap vissza kell mennünk Budapestre. Van egy sürgős munka, amit meg kell csinálnom. Kata, maradjunk még pár napot. Nézd, milyen melegen süt a nap. Sajnos nem lehet. Holnap délután már a stúdióban kell lennem. De kár, legalább azt engednek, hogy holnap elkísérjelek a stúdió. Nem bánom, gyere velem, de nem túl izgalmas hely az egy kislánynak. Nem baj, majd olvasok. Ahogy gondolod, de most menjünk, használjuk ki legalább ezt az egy napot. Rengeteg dolgot szeretnék neked megmutatni. Ezt a templomot Fehér templomnak is hívják. Ez a református templom. Van nem fehér templom is? Jól gondolod, Kiliki. A másik templom vöröskőből van. Az a vörös templom. A katolikus templom. Miért kérdez olyan sokat? Menjünk inkább fürdeni. Bogi kéri, hogy ne kérdezz annyit, mert fürdeni akar. Fagyit ne is együnk. A híres, kedves cukrászdában. Dehogy nem, Andis bácsi. Imádom a fagyit. Anyu is itt van. Mehetünk is. Mi van, Kiliki? Miért nézed olyan szomorúan a medálodat? Nem találom a miát. Akárhogy nézem, nem találom. Talán már fürdik. Lehet, hogy a vízben nem viszi be a medáját.
Nem, nem, megvan. De hiszen itt csak a medál van. És milyen fényesen csillog, ahogy rásütön a... És Amia? Nem tudom. Ha nincs nála a kő, nem látom. Jajaj! Muraba! Ott van a kőnél! Most mit csináljunk? Oda kell mennünk. De hova? Még épp időben. Amia, Amia. Anyu mindig mondja, hogy soha ne vedd le a követ. Köszönöm, fiú, 100 forint. Az mit jelent? Ez német szó. Azt jelenti, köszönöm. A bácsi németül beszél. Németül? Igen, ő nem tud magyarul. A földön sok ország és sok nyelv van. Mi magyarul beszél. És te tudsz németül is? Megtanulhatok én is németül? A Kiliki először tanulj meg rendesen magyarul. Alma kiül, magyarul, németül. Gyerekek, milyen fagyit kértek? Én áprát és citromot kérek. Én meggyet is vaníliát. Én vaníliát és csokit. Köszönöm. Köszönjük szépen, viszontlátásra. És csak Kiki. Azóta híres szívkórház. Sok beteg ember gyógyul benne. Kórház az olyan hely, ahova beteg embereknek kell menni? Nem kell. És sokan meg is gyógyulnak. De mi az a szív? Itt szíveket gyógyítanak? Embereket, akiknek beteg a szív. A szív az ember legfontosabb szerve. Itt van bal oldalon. Várj, így nem értem. Aha, most látom. De a te szíved ugye nem beteg? Nem, nem. Én egészséges vagyok. Nem vagytok szomjasak? Dehogy nem. Én is, nagyon. Legalább már nem törődik senki. A kis izzákosok, ti mindig szomjasok vagytok. Az ott egy vizes ház? Hallom a vizet. Nem rossz vizes ház. Kiliki, ez egy forrás, ami fölött egy szép épület áll. Ez a hímes füred is a nagyon víz. Gyere, Kiliki, megmutatom, hol folyik a víz. De én nem szeretem a savanyú vizet. A citromot sem szeretem. Nem savanyú, csak a neve az. Nem azt mondom, hogy szeres, csak azt kérem, hogy kóstold meg. Hú, ez nagyon ízlik. Milyen kellemes íze van, és milyen hideg. Hogyan hűtik le? Nem hűtik le. Így jön ki a földből, tudod, nagyon mélyről. Kérsz még? Igen, szívesen iszom még. Rabindranath Tagore. Rosszul mondod, Bogi. Rabindranath Tagore. Ez is németül van. Nem. Rabindranath Tagore, indiai költő. Ez itt a parton a Tagore sétán. És miért mondjátok ki olyan nehezen a nevét? De talán jobban tudod. Hát persze. Rabindranath Tagore. Mondj gyorsabban. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Miért Tagore sétány? Azért, mert Tagore itt volt a szívkórházban, és amikor meggyógyult, ültetett egy fát. Mikor volt itt? 1926-ban. És még sok híres embernek van itt emlékfája. Egész nagy emlékpark van itt. Ha nem vagyok többé a földön, ófám, susogtasd tavasszal megújuló leveleit az erre vándorlók fele. A költő szeretett még élt. Gyönyörű ez a hely, kérlek szépen, jöjjünk el máskor is Füredre. Szívesen elhozlak ide, de sok szép hely van még Magyarországon, amit látnod kell. És ma mit csinálunk? Hova megyünk még? Megmutatom neked még Füred nevezetességeit, aztán fürdünk egyet a Balatonban. Ebéd után pedig elmehetünk Tihanyba, kipróbáljuk a visszhangot. Az mi? Egy új játék? Dehogy játék, és nem is új. Már régóta működik. Tudod, van egy hely Tihanyban, ahol megállunk, nagyot kiáltunk, és visszajön a hangunk. Ezért visszhang. Hú, ez érdekes lehet. Akkor siessünk, mindent látni akarok. Szeretnék. Bocsánat, szeretnék. Apu, mikor megyünk már fürdeni? Mindjárt, csak még nézzétek meg. Ott van Tihany. Tihany egy félszigeten épül. Sziget vagy félsziget, nem mindegy. Hát nem, mert a szigetet körbeveszi a víz, a félszigetet nem teljesen. Andriska, most már nekem is melegem van, menjünk fürdeni.
tegyétek be magatokat naptejjel. Mit mondasz, anyu? Azt mondja, hogy tenjük be magunkat naptejjel. De anyu, ha bemenjünk a vízbe, mindjárt ne is mossuk. Dehogy is, kisfiam, ez nem jön le a vízben. Vigyázz, napot kell. Nagyon erősen süt a nap. Na gyertek, bekenem a hátatok. Jó, jelent. Gyerek, Kiliki, ne fröcskölj! Hideg a víz! Dehogy hideg, nagyon jó! Tudjátok, mi cipem? Hol van itt cica? Az egy labdajáték, figyelj! Én állok középen, ti dobjátok a labdát, és én megpróbálom elkapni. Nem magyarázz annyit, játszunk, aztán majd megint. Na, be, Kiliki! Most te vagy a cica! A cica nem is szereti a vizet, inkább kacsa leszek. Ezt csak úgy mondjuk, menj középre. Nem ér, Kiliki, könnyű. Ha nem játszol szabályosan, akkor ki kell menned a vízből. És ezt ki mondja? Na hát, apu, ez király! Kormányozhatom én! Tudod, hogy kell? Nem bánom, megpróbálhatod. És akkor nekem kell hajtanom a másik oldalon. Jön a anyu, majd ő hajt. De nem kell lefröszkölni, már vizes vagyok. Nézd, az is vagy húzott egy csónakot. Hajtani is lehet. Vízi bicikli, Kiliki. Ugye hajtod, anyu? Ára kormányoz. Na jól van, majd cserélünk közben. Ah, gyere vissza, Bogi, vagy ha kiebb leszünk. Akkor csúzzázhattok. Andris, ne hagyd olyan gyorsan, én is szívesen segítek. Én egyáltalán nem csinálok semmit. Na hát, Kiliki, egyáltalán semmit sem kell csinálniuk, csak menjük. Én forgatom a kereket. Kiliki, nagyon jól csinálod. Ne olyan gyorsan. Nézzétek, milyen szép. De hol a templom? Nem látom a templomot. A hegy mögött van. Délután, ha már nem lesz olyan meleg, fölmehetünk megnézni. Jó, de... először még fürdünk. Csúszdázhatok? És eszünk is. Én is kipróbálom a csúszdát. Jó! És... jó napot! Ne haragudjon, hogy megállítom. Semmi baj, miben segíthetek? Meg tudja mondani, hol laknak kovácsék? Itt nem laknak kovácsék. Legalábbis én nem tudok róla. Ugye a tanár a gimnáziumban is két gyereke van, a felesége tanítónő. Milyen aranyos kislánya van, talán ő ismeri a tanítónénit. Ő nem a lányom, csak vendég, és sajnos tényleg nem tudunk segíteni, nem vagyunk fürediek. Jé, ugye ön a néni a vonatról. Szervusz, most ismerlek csak meg. Te vagy az a kedves kislánya képes újsággal. Úgy örülök, hogy újra látlak. Milyen szép medálod van, megnézhetem. Ó, erre a medálra nagyon felvigyelni. Ó, óvatosan kislánycsa, vigyázz magadra. Nem fáj? Nem, minden rendben van, jól vagyok. Köszönöm a segítségét. Hát, ha nem ismerik Kovácsékat, akkor megkérdezek mást. Sajnálom, viszont lehetes. Figyelj, Áron! Hol van ez a szobor? Nem tudom. Apu, hol van ez a szobor? Ez Tihanyban van, a Visszhangdombon. És csak, apu, ez a kislánya Mia. Én is megnézhetem? Milyen szép kislány. Jól van, Muroba most nincs ott. Apu, anyu, nem megyünk fel most Tihanyba? Anyunak meg kell írnia a cikket. De, apu, nem maradunk sokáig. És ott van a Mia is. Hát, ha sikerül találkozni vele. Jaj, gyerekek, nem lehet, nekem tényleg dolgom van. És az ételeket is ki kell rakni a hűtőzokhoz. Tudjátok mit? Hazavisszük anyut, hogy tudjon dolgozni, mi meg utána felmegyünk Tihanyba. Mennyi vitorlás van a vizen? Pedig alig fúj a szél. Érdekes. Mégis mozog. Vizen erősebb a szél. Jé, ez lehet, hogy... Amia, mutasd, mutasd! Már nem lehet, elfogyott a pénz az automatából. De én is látni akarom. Várjatok, dobok be újabb pénzt. Nem, ez nem Amia. Csak hasonlít hozzá. Én is megnézem a vitorlást. Jaj, de nagy hajó.
És milyen sok ember van rajta? Hova megy? Balatonfüred felé megy. Na hát, ott van a Mia a hajón, és az a nő, akivel a bevásárlóközpontban meg a vonaton volt. De jó nekik. Múraban nincs ott. Nem látom. Na vége. Nézd meg a követben. Nem kell, nem világít, nincs baj. Mehetünk a visszhangdombra? Én a templomot is szeretném megnézni, Andris bácsi. Nekem nincs kedvem. Nekem sincs. Jó, akkor várjatok itt, mindjárt visszajövök. Most meg hol van? Keresétek meg gyorsan. Nyugi, apu. A parlamentnél is ezt csinálta. Mindjárt visszajön. Hol vagyok? Na, megnézem a kövemben. Aha, már látom! Na, kutyás, kiér előbb a viszankhoz? Na, ugye mondtam, már itt is van, és nem a viszankhoz, hanem a viszankdobra. Én elvettem tőle! Már fenn is vagyok. És most mit kell csinálni? A kettő veszekedik, a harmadik nyer. Csak szép sorban. Kiliki után, Bogi után, Áron. Már megint Kilikinek van igaza. Akkor kiabálj, Kiliki! De mit? Azt, hogy Amia. Amia! 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 Na ez a visszhang, Kiliki. Amia! Nem jó, Bogi. A kőre kell állnod, csak itt működik a visszhang. Nem, Kiliki. Amia bajban van. Világít a medálod. Nem értem, miért világít a medál. Hiszen csak egy kislánnyal beszélget a Mia. Murobát nem látom sehol. Ennek a lánynak fekete a haja. Hiszen ő Muroba. Ott a láncszonyakában. Segítenünk kell! Maradj itt, kérlek, és figyeld a kőben, hol vannak. Hol van? Majd én pontosan mutatom az utat. Figyelj a zöld fény. Ne puss! Én vagyok mögötted, Kiliki! Ne puss, Amia! Én vagyok mögötted! Kiliki! Nincs semmi baj, Amia. Meglátod, minden rendben lesz. Végre együtt vagyunk. Hazamegyünk szépen és elfeledjük Murobát. Nem, Kiliki, tévedsz. Baj van. A medálom Murobánál van. Ne félj, Amia. Gyorsan visszaszerezzük a medálodat. De hogyan? Ügyesen. Erősebbek vagyunk Murobánál. Menjünk vissza Katához. Biztosan nagyon aggódik. Ugye minden rendben lesz? Persze, Amia. Csak erősen fogd a kezem. Mit mond Andris bácsi? A felszólító mód használata. Csak a gyerekek, szálljatok be és ne bántsátok Kiliki. Mit mondod, drágám? Csak azt mondom a gyerekeinknek, hogy ne bántsák szegény. Nem bántjuk, apu, csak játszunk! Na jól van, Kiliki, most már változz vissza. Várjatok, először kenjétek be magatokat napteljé. Mit mondasz, anyu? Azt mondja, hogy kenjük be magunkat napteljé. Kár, legalább azt engednek, hogy holnap elkísérjenek a stúdióba. Nem bánom, gyere velem, de nem túl izgalmas hely az egy kislánynak. Miért kérdez olyan sokat? Menjünk inkább fürdeni. Bog kéri, hogy ne kérdezz annyit, mert fürdeni akar. Mit mond anyu? Anyu azt mondja, hogy kenjük be magunkat. Mit kér apu? Apu azt kéri, hogy menjünk fürdeni. Mit akar Kiliki? Kiliki azt akarja, hogy keressék meg Amiát. Mit enged meg Kata? Kata megengedi, hogy Amia elkísérje őt a stúdióba. Mit tilt meg apu? Apu megtiltja, hogy a gyerekek messze menjenek a parttól. Csak szépen magyarul. A mód határozó.
úszógumi. Az meg mire jó? Aki még nem úszik elég jól, az úszógumival megy a vízre. Úszógumi! Rabinának Tagore. Rosszul mondod, Bogi. Rabinának Tagore. És te tudsz németül is? Megtanulhatok én is németül? A Kiliki először tanulj meg rendesen magyarul. Alma kiül, magyarul, németül. Hogyan? Hogyan úszik Kiliki? Jól úszik. Hogyan beszél a bácsi? Németül. El, úl, ül. Jól. Magyarul. Németül. Rosszul. Kényelmetlenül. Mit gondolsz, a gyerekek alszanak még? Nem hiszem. Olyan hangosan csiripelnek a madarak, és a kutyák is állandóan ugatnak. Akkor megnézem őket. Kiliki, nagyon jól csinálod. Ne olyan gyorsan. A medálom Murubánál van. Ne félj, Amia. Gyorsan visszaszerezzük a medálodat. De hogyan? Ügyesen. Erősebbek vagyunk Murubánál. Menjünk vissza Katához. Biztosan nagyon aggódik. Ugye minden rendben lesz? Persze, Amia. Csak erősen fogd a kezem. Hogyan? Hogyan beszél Kiliki? Hangosan. Hogyan süt a nap? Melegen. Hangosan, szomorúan, gyorsan, lassan. En. Szépen, fényesen, melegen, nehezen. Sajnos el kell búcsúznunk. Apu, anyu, ne megyünk fel most tihanyba. Anyunak meg kell írnia a cikket. Szabályosan, akkor ki kell menned a vízből. És ezt ki mondja? Mi a baj, Kata? Főnököm volt. Sajnos már holnap vissza kell mennünk Budapestre. Van egy sürgős munka, amit meg kell csinálni. Kata, maradjunk még pár napot. Nézd, milyen melegen süt a nap. Sajnos nem lehet. Holnap délután már a stúdióban kell lenni. Muraba! Ott van a kőnél! Most mit csináljunk? Oda kell mennünk. Mit kell csinálnia anyunak? Meg kell írnia a cikket. Hol kell lennie Katának? A stúdióban kell lennie. A stúdióban kell lennem. Ki kell menned a vízből. Anyunak cikket kell írnia. Oda kell mennünk. Ide kell hoznotok a labdát. A gyerekeknek aludniuk kell. Lexikai összefoglaló. Balatoni helyek. Balaton. Balatonfüred, a szívkórház. Balatonfüred, a Tagore sétány. Balatonfüred, a savanyú víz. A Tihanyi félsziget. A Tihanyi templom. Visszhangdomb. Strand.